Sziasztok, itt újra ezután. Újra viccet fogok mondani. Csak nem működik a laptopom, ezért kamerán fogom mondani azt a 20 viccet. És közlöm, hogy most eszközt is fogok ezúttal használni. Úgyhogy azt hiszem, hogy elkezdhetjük. Első. Mi történik akkor, hogyha két földolgot összeérintünk? Olyan, mint a csókolózdának. És aki nem hiszi, megmutatom. Folytassuk most betűzőssel. Mariczkát azt kérik, hogy betűzze a következő szót. Kex. Mariczka válaszol erre. K. E. X. Következő, legyen mondjuk az igazítsd. Mariczka válasza. I. G. A. Z. I. J. D. És még most próbálkozunk egy nehezebbel. A legbutább gyerek hogyan tudná betűzni Batthyány Lajos vezetéknevét? B-A-K-A-N-I. Jó, most folytassuk egy kémiával. Mit a legnagyobb hülyeség mondani, hogyha kérik, hogy meséljen a vízről? Attól pisilnak az emberek! Most egy Phoenix Wright-os vicc. Pearl Fay. Zofia vicces. Miért? Mert a Zofia úgy néz ki, mint Mickey Egér füle. Aki tudni akarja a bét, az csak nézze meg a Phoenix Wright észleteni Justice for All végijátszást. Vagy azaz a második epizódtól. Most egy irodalmi kérdése. Mariczkától felteszik ki. Adi verse szerint kinek az unokája? Adi Endre. Rózsa Györgyi. Ja, még egy, most próbálkozunk egy angol betűzéssel. Tehát betűzze a következő mondatot. Happy birthday to you. H-A-P-I-B-I-R-Z-D-A-I-T-W-O-U. Az utolsó két szóna a kettőt és az U betűt betűzte. Aki régkémét játszik, az rengeteg csapdával találkozik. Hogy lehet erről a legröhelyesebben panaszkodni? Mekkora troll! Milyen röhelyes becenevet lehet mondani Mónika, egy Mónika nevezető nőnek? Moncsicsi! Ugyanis ez egy majomszerű játékbaba. Most két mórickás viccel folytassuk. Mariczka 10 kilométerre van az iskolájától, és mindig biciklivel szokott bejárni, minden reggel. De egyik alkalommal elromlott a biciklije, így futva ment az iskolába, és emiatt egy órát késik. És amikor bemegy az osztályba, közli a tanárnővel, hogy elnézést a késését, de elromlott a biciklim. Erre a tanárnő felteszi a kérdést. Miért nem jöttél akkor busszal? Mariczka azt felelte, mi az a busz? Most egy vasútállomási.
Mocka a vasútállomáson van, és elmegy a kasszához. A kasszás felteszi a kérdést, hogy hova adhat vonatjegyet. Mocka azt feleli erre, hogy sehová. A kasszás erre megkérdezi, akkor mit keresel itt? Mocka azt feleli, nincs egy 100 forintos arra, hogy bemenjek a WC-re? És most folytassuk ezt egy bobás hülyeskedéssel. Nézzétek, milyen bábom van. Látjátok, fütykésük is van. Mi lett a legnagyobb örültség ezzel a két bábúval vagy szoborral csinálni? Az egyik megmutatni, hogyan lehetnek buzik. Hát így. Csókolozok. A másik pedig dugni. De csak én tudom megmutatni. Mit a legnagyobb ostobaság feltenni egy kis embertől? Hogy mi leszel, ha nagy leszel? Moriszkától felteszik a kérdést, hogy ki az Egyesült Államok jelenlegi elnöke? Moriszka válasza, Barack Obama. Folytassuk egy röplabdás vicce. A szerváró elkezd szerválni. A röplabda de hát már felütti, ami aztán visszaüt neki. Ez hogy lehetséges? Mert eltalálta a plafont, ami aztán a röpladát visszalökte, és így jutott vissza a szervállónak. Most egy focissal folytassuk. Mi a legrövidebb öngól? Ha a kapus adja be, úgyhogy elejti a labdát. Megfogsz egy sarat, és feldobod. És mire felnézel, már nem látod. Mit jelent ez? Kaka a szemben! Képzőművészeti órán azt kérik, hogy rajzolják le az angyuk arcát. És egyikük ezek közül nagyon röhelyesen rajzolta le. Tehát mi a legrövidebb, ahogy le lehetne rajzolni egy anyukát? A csücsöket is rajzol, meg a szörös puncit is. Egy nőnél mi a legrövidebb segítségkérés? Segítség! Ez a nő flörtöl velem! Lássuk csak, hogy mondtam, meg 26. Igen, azt hiszem elmondtam mindet. Mások egy kop-kop vicc maradt hátra. Kop-kop, ki az? Szúnyog. Jó van. Ha tetszett, de felejtsetek el feliratkozni. És aki nem tudná, már egy éves az ELSZ után csatornám. Úgyhogy számoljatok vele, hogy csinálok háromféle best of-ot még ezután. Úgyhogy azt hiszem már mindent elmondtam. Szevasztok!